volt Mesterházy Attila beszédének a legfőbb üzenete? Hát az, hogy megváltoztatunk sok mindent, és új program, legalább a programjuk megvan már. Nem emelt ki népszerű dolgokat, amikre vevő az ember, hanem úgy érezte, hogy össze kell mindazt rakni, amiben Magyarország, a magyar emberek jobban élhetnek majd. A korrupciót mindenféleképpen felszámolni, mert ez egy borzasztó dolog. A válságkezelés után egy igazi baloldali programot kíván megvalósítani, nem a múltból táplálkozva, hanem a jövőbe tekintve. A demokrácia védelme, ami a legfontosabb feladatunk ma, én is így érzem. Szabadság, a demokrácia és a jólét. Két nagyon fontos üzenete volt. Az egyik az a bátorság, a felemelt fej, amiről az előbb is beszéltem. A második pedig az, hogy nekünk van programunk, és ez a programunk, ez nyilvános. Javasolna neki valamit? Hát olyan embereket vegyem maga köré, akikben megbízik, akik tudja, hogy segítik, fiatalokat, szóval fiatalítani kellene azért. Sok erőt, egészséget, és bízom a háta mögött álló emberekben. Én csak azt tudom tanácsolni neki, hogy hallgasson jó tanácsadókra. Csak így tovább. Mesterházy beszéde volt a legjobb, mert tényleg mindent elmondott, amit tudnunk kell, és úgy érzem, hogy tényleg szépen szóló volt. Fiatalos volt, ezt vártam már régebb volt. Egy igazi jó beszéd volt. Azt gondolom, hogy egy olyan beszéd, ami nem pusztán megmutatta az utat, nem pusztán kijelölte azt, hogy a következő pár évben milyen úton kell járni Magyarországnak, hanem büszkévé tette újra a baloldali embereket, hogy felemelt fejjel tudunk neki menni ennek a kampánynak, mert igaza van Attilának, nincs még eldőlve semmi. Meg fogja nyerni a választást, ha így halad tovább, mert tényleg az embereket szól. Megerősített abban, hogy jól teszem, hogyha a szocialista pártra szavazok.